Olga Kern zenész családból származik. Az orosz kislány már egészen korai éveiben kitűnt tehetségével. 7 évesen adta elő első koncertjét. Első nemzetközi versenyét, a Concertino Praga verseny 11 évesen megnyerte Csehországban. 17 éves korában első díjat nyert az első Rachmaninov nemzetközi zongora versenyen. A moszkvai konzervatóriumban folytatta tanulmányait. A nemzetközi zongora versenyek győztese, egyben zenepedagógus is. More one composer or another. Pedagógiai munkám alkalmával sorra nevelem ki a zongora művész palántákat. Fontos számomra a tudás, a művészet átadása. Örömet okozni és adni a zenei nevelésen keresztül a fiataloknak. Szerintem ennél fontosabb nem is lehet az életben. Arra a kérdésre, hogy Rachmaninovon kívül kit szeret még játszani, melyik az a szerző, akinek művei elbűvölik, bizony nehezen tudott válaszolni. Szinte lehetetlen kiemelnem egy zeneszerzőt, mert minden, amit játszom, azt átélek, teljes odaadással tárom a közönség elé, mindegyik művet a magaménak érzem, egyé forrok velük. Nagyon sok zeneszerző művét játszom, Chopin, Liszt, Bach, Mozart, Prokofiev, Sostakovics sorolhatnám még. Nem tudok kiemelni szinte senkit, mert még a kortárs zenét is nagyon szeretem, többen komponálnak nekem, mint például James Lee, aki a jövő évadra szerez nekem egy művet. Most viszont boldogan játszom Rachmaninovot a többi műsorra tűzött zenemű mellett, ez orosz származásom miatt is elvárható tőlem. Olga Kern a Concerto Budapesten lépett fel, Keller András vezényletével játszotta el többek között Rachmaninov második zongora versenyét. Nem véletlen, hogy pont őt hívta meg a Filharmónia a Pécsi Zeneszület Fesztiválra. A világhírű zongoraművész már másodszor járt Pécsen. Mindannyian tudjuk, hogy milyen kiváló zongoraművész ő, és már évekkel ezelőtt, amikor megjelent a neve a Nemzeti Filharmonikus Zenekar programján, ugye mi mindig előbb megkapjuk, mint a közönség, hogy választhassunk a nagyzenekarok programjából ismétlő koncerteket Pécsre és az ország több városába, másik 20 városába, ahol bérleteket rendezünk. Akkor nagy öröm volt ez számunkra, és a tervek szerint akkor is Rachmaninov zongora versenyét játszotta volna. Ez 2020 decemberére esett ez a program, és nagy örömmel be is vettük és beraktuk a mesterbérletbe, de hát közben jött a pandémia, és a zenekar lemondta a koncertet, illetve nem volt lehetséges a közönség se abban az időszakban. Nagy örömünkre kormánytámogatás érkezett arra, hogy streameljük a koncerteket, ezért elkezdtünk tárgyalni a művésznővel, hogy ezt a koncertet mégis létrehozzuk. Akkor megtaláltuk a Danubia zenekart, és így aztán sikerült megvalósítani a programot, de a művésznő már itt a pandémiás helyzetre való hivatkozással is, illetve a rövid határidőre való tekintettel programváltoztatást kért, és nem Rachmaninov zongora verseny került a műsorra, hanem a Paganini variációk. Fantasztikusan játszotta, még a vírushelyzet lehetőségeihez képest utána leültünk egy üdítőre beszélgetni, és
akkor megfogalmaztuk, hogy amint a vírushelyzetnek vége, akkor ezt a koncertet szeretnénk élőben közönséggel megvalósítani. A koncertet követően másnap szeptember 12-én kezdődött a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny Budapesten a Zeneakadémián, ahol Olga zsűritagként vett részt és szintén eljátszotta ezt a művet. Mikor megtaláltuk az együttest, a Koncerto Budapestet Keller András vezényletével, még egy kis diszkusziót folytattunk a művésznővel, hogy Rachmaninovnak melyik zongora versenye férne bele ebbe a sűrű programba, mert ugye a zongora verseny zsűrizése azért nem kis feladat, és így esett a közös választásunk a második zongora versenyre, úgyhogy nagy öröm, hogy ma ezt hallgathatjuk itt meg ebben a fantasztikus akusztikában.